Köszöntöm Önöket! Nagy színházi bemutatóra készül a Székesfehérvári Balettszínház, hamarosan jön a Rómeó és Júlia. Képtörténetek a magyar grafika nagymestereitől, és debütált az Alba Régia Szimfonikus Zenekar, Ars Oratória Kamara Kórusa. Ezekkel a témákkal jelentkezik a Paletta magazin, számítok a figyelmükre! Konferenciával, kiadványjal és időszaki kiállítással ünnepelt a Fehérvári Kézművesek Egyesülete. A szervezet az idei esztendőben ünnepli 20. születésnapját. Zene, kézműves kincsek, visszaemlékezések. Megérdemelten ünnepel a Fehérvári Kézművesek Egyesülete. 20 éve alakultak meg 15 taggal, mára ez a szám több mint 100-ra nőtt. A konferenciával egy napon jelenik meg az a kiadvány, ami róluk, a tagokról szól, tárgyfotókkal, személyes történetekkel. Változatos volt az elmúlt 20 év. 15 taggal alakult meg annak idején az Egyesület, és mára több mint 100 tagunk van. Tehát a tagság megduplázódott, és nagyon sok feladatunk van, nagyon sok programunk van, hagyományaink vannak, és mi ezt éltetjük itt tovább. Mi mindent tudhatunk a mai rendezvényről? Ünnepi konferenciát szerveztünk, mivel a Kereskedelmi és Iparkamara helyet adott ennek. Ugye kézművesség egy közös téma, és ennek az ötlete a Betlehemi Szép Csillag kiállításon vetődött fel, amikor Adeszky Jenő úr elmondta, hogy hát a kézművességet támogatva tartsunk közösen így egy konferenciát. A konferencia programját úgy állítottuk össze, hogy az Egyesületről szóljon, és a kézművességről szóljon minden. A mai napon jelenik meg, tehát még egyesületi tagjaink sem látták azt a kiadványt, ami az Egyesületről készült. Ugyanis 15 évvel ezelőtt volt utoljára rólunk egy kiadvány, készült egy kiadvány. Hát 15 év eltelt, most 20 éves az Egyesület, tehát megjelentettük, és 72 tagunk van benne a kiadványban, akik vállalták ugye a portréfotóval, tárgyfotóval, egy-egy személyes vallomással azt, hogy megjelenjenek a könyvben. Terveink vannak, igen, természetesen, tehát folytatjuk azt a munkát, amit megkezdtünk. Minden új kihívásnak állunk elébe. Szeretnénk fiatalokat is bevonni az Egyesületbe, hogy hát az utánpótlás nevelés biztosítva legyen. A kézművesség több ezer évre tekint vissza, már a fejlett ókori társadalmaknál megjelent, az egyiptomiaknál, görögöknél, rómaiaknál. Székesfehérváron a török idők után volt jelentős a kézművesek száma. A rómaiakat emeljük ki, ugye magas szintű kézművesség volt náluk, hiszen a hódításhoz mi kellett, fegyverzet kellett, megfelelő ruházat kellett, és ha meghódították a földközi tengermedencét, akkor kényelembe éltek, és ahhoz megint olyan tárgyak kellettek, amelyeket a kézművesek állítottak elő, és nem is akármilyen színvonalak. Mindezeknek a hagyományoknak a folytatói azok, akiket ma ünneplünk, illetve ünneplik ők saját magukat, mert megvan hozzá a mesterségbeli tudásuk, megvan hozzá az ismeretük, alkotnak, valami produktumot hoznak létre. A kézművesség számunkra több, mint hagyomány. Egy komoly gazdasági tevékenység, hiszen a termékek jelentős része a magyar gazdaságnak, a GDP-nek, és nem csak nálunk, hanem egész Európában. Nagy hagyománya van. Az Egyesület 10 éve dolgozik együtt a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft-vel. Sok területen tudtak eddig együttműködni, a jövőre vonatkozóan is vannak terveik.
Szeretnénk pályázati forrásból a Rácz utcát, a Palotaváros és Kanzent még inkább élettel telíteni, még inkább aktívan bekapcsolni a városi és a turisztikai áramkörbe. A Nagy Múltra visszatekintő egyesület méltóképpen megünnepelte a sikereit. Ha csak az elmúlt 20 év fejlődését nézzük, varázslatos jövőnek néznek elébe. Ehhez várnak szeretettel fiatalokat, biztosítva az utánpótlást. A Romeo és Júlia három felvonásos balettet május 12-én láthatja először a székesfehérvári közönség, a Székesfehérvári Balett Színház előadásában, a helyszín pedig a Vörösmarty Színház lesz. Stúdiónk vendége Egerházi Attila, az igazgató. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, szervusz! A balettenek a nézői tudják, hogy többször ültünk mi már itt, és beszélgettünk a balettszínháznak az alakulásáról, az intézményé válásáról, sőt arról is, hogy majd egy nagy mérföldkő lesz, amikor cselekményes, sokszereplős balettet is elő tudtak adni. Aztán volt a Diótörő a tavalyi évben, ami egy nagy siker volt, és most itt vagyunk a Rómeó és Júliánál. Miért éppen ezt választottad a következő nagy színpadi bemutatónak? Hát ennek több oka is van. Hát először is egy klasszikus témáról, egy klasszikus irodalmi műről beszélünk, Shakespeare remek művéről, nagyon sokan ismerik, talán mindenki ismeri, de nem csak az irodalom nagy klasszikusa, Róma és Júlia, hanem a balettirodalom nagy klasszikusa is egyúttal, és mindehhez még hozzájön az is, hogy talán az egyik legszebb balettzene, amit írtak, Prokofjev zené, egy nagyívű műről van szó. Ez kínálta, adta magát. Nagyon sokan, nagyon sokféle formában és műfajban, táncműfajban feldolgozták. Én is egy sajátos táncműfajként dolgoztam fel, egy táncszínházi műfajként. Nagyon sok referencia van a klasszikus formanyelvre, de mégis nagy mértékben ellép tőle a formanyelv ennek a balettnek. Ugye Prokofjevet említetted, valóban az ő által feldolgozott zenei változat talán a legnépszerűbb, legsikeresebb. Mi lehet ennek a titka? Hát a zsenialitása, Prokofjev zsenialitása, aki ráérzett ennek a műnek a lényegére, az eszenciájára, a sorok közt rejlő üzenetekbe, amit Shakespeare megírt, ez egy nagyon több rétegű darab, felszínes szemlélőnek az egy szerelemes pár története, ami annál jóval több. Tulajdonképpen két erő mozgatja a világot, a szeretet és a félelem. És minden ebből a két erőből képeződik le. Ugye a szeretetből az egyik legerősebb megnyilvánulási formája a szerelem, és a félelemnek meg a gyűlölet. Mert ugye félünk, gyűlölünk, támadunk. Ugye Capulet család fél azokból a családi kötelékekből és tradíciókból kilépni, és az ellenséges család, a Montagu család sarjához adni a lányát, és ebből konfliktus van. Tehát ez a két erő feszül egymásnak, és aztán még ennél is több rétege van a darabnak. Nagyon érdekes a mű, és a prokofjevi zene tulajdonképpen nem illusztrálja a történetet, hanem láttatja zenébe. Amit szavakban nem lehet kimondani, az kimondja zenébe Prokofjev, és az én igyekezetem arra irányult, hogy amit nem lehet kimondani szintén szavakba, azt én megfogalmazom mozgásba, és mindemellett láttassam Prokofjev zseniális zenéjét. Akik a te formanyelvedet, illetve a Fehérvári Balettszínház formanyelvét megismerték, megízlelhették, azok tudják, hogy ugye nálad nagyon fontos pont ez a láttatás és a zene is. Mire számíthatunk most itt? Hát én el nem mondom most a darabnak a történetét, mondjuk szerintem nagyon sokan ismerik, a cselekmény nem túl bonyolult, mindenki által talán ismert. A formanyelvről beszélni szavakban, mint mondottam, elég nehéz és különös lenne megragadni. Hát akik ismerik az én formanyelvemet, azok egy puzzle-t, egy képet összerakhatnak. Kapizsgálják akkor a lényeget. Igen, hogy ez milyen
lehet. Nagyon fontos nálam a színészi játék, tehát a szereplőknek a színészi játék, a karakter megformálása. Ugye nagyon sok izgalmas karakter van ebben, amiben nem csak Róma és Júlia, hanem egyéb karakterek is. Nagyon erőteljes karakterek, és nagyon fontos, nagy hangsúlyt helyezek a színészi játékra. Igyekeztem színházat, táncszínházat létrehozni. Azt gondolom, hogy ez sikerült. Nagyszerű művészei vannak a Székesfehérvári Balettszínháznak, és egy alakulóban lévő társulatról beszélünk. Szerintem ez a darab, ez segíti ezt az alakulást, segíti a táncosoknak a tehetségét kibontakoztatni, és nagyon sok lehetőséget ad nagyon sok táncosnak. Meg talán arra is jó lehetőség, hogy megismerjék őket a fehérváriak, hiszen egy ilyen nagy sok szereplős darab talán mindenki számára tartogat bemutatkozási lehetőséget is, nem? Pontosan. Egyébként ez minden estünkre igaz. Mi egy nagyon jó létszámú, kezelhető létszámú társulat vagyunk, viszonylag kis létszámú társulat, de szerencsére vannak emellett nagyon sok érdeklődő van, akik különböző táncműhelyekből, tánciskolákba érkeznek, tehát vannak gyakornokaink, úgyhogy itt mindenkire szükség van ebbe a darabba, de valóban egyébként minden bemutatónk azt célozza meg, hogy komoly feladatokat adjon minden egyes táncosunknak, és ezáltal a közönség is természetesen megismerheti őket. Hol tartotok most a próba folyamattal, hiszen május 12 az elég közel van. Az közeli. Ez egy nagyon hosszú próba folyamat, ugye egy nagy ívű darabról van szó, hát ez egy három felvonásos nagy balett, nagyon sok tánc van benne, nagyon sok jelenet van benne. Hát gyakorlatilag a betanításnak a végére értünk, itt meg kell említenem Krisztina Porres nevét, aki hát szinte egyedülálló módon, és nem is tudok olyan együttest, ahol a szólista, ez esetben a Júlia, és plusz a betanítója a teljes balettnak, egy személyben. Nyilván én dolgozom a társulat és a karakterrel, de a betanításért ő felel, és nagyon magas színvonalon végezte ezt a munkát. Hát ez egy embert próbáló feladat, hogy kint is és bent is lenni. Úgyhogy végére értünk a betanításnak, most már a csiszolás folyik, tehát a jelenetek élesítése, erősítése, a karakterek ütköztetése. Hát ez egy nagyon izgalmas munkafolyamat. Egy táncdráma, ahogy említetted. Egy táncdráma, pontosan. Milyen korosztálynak szól ez a darab mindenki számára? Emészthető lesz, vagy azért inkább a középiskolás kortól a fiatal felnőttek idősek korosztálya, vagy kiknek készül? Nagyon nehéz ezt megmondani egy Róma és Júlia esetében, hogy most ez kinek is szól. Én már láttam korai érett gyerekeket, tehát lehet, hogy egy 10 éves gyerek bejön, de lehet, hogy egy 8 éves gyerek bejön, és őt megérint. Biztos, hogy megérinti a lelkét. Lehet, hogy még nem fogja úgy összerakni a történéseket, hiszen ő még nem élt meg annyi mindent, de ha vannak receptora és érzéke, akkor ráérez a zenébe rejlő csodára, a mozgásba lévő csodára. Tehát én nem limitálnám azért a korhatárt, de nyilvánvalóan egy középiskolás már van olyan megéltsége, meg előtanulmányai, hogy többet kap ettől a műtől, de én ezzel óvatosan fogalmaznék, hogy most semmiképpen nem nézném le a fiatal korosztályt, a gyerekeket. Sokszor sokkal erőteljesebben megérint őket egy mű, mint akár egy felnőttet, aki már esetleg adott esetben kérgesedik, de mondjuk neki is ezeket a kérgeket lehánthatja. Ez egy nagyon, nagyon erőteljes mű, azt gondolom. És a fontos kérdés még, hogy lehet-e már vásárolni jegyeket, egyáltalán hol tud tájékozódni erről az érdeklődő közönség? Most már a plakátok lassan kikerülnek a városba, tehát mindenféleképpen szembe fog jönni Róma és Júlia. A www.fehérváribalett.hu oldalon mindenféle információt megtalálnak az együttesről, a jegyvásárlás, és természetesen Vörösmarty Színházba. No, és hát akkor május 12-én lesz először látható, de onnantól kezdve gondolom, hogy folyamatosan repertoárról lesz majd a darab. Pontosan, és nem csak egy évet jelent, nem csak az első évet, ezt szeretnénk több éven keresztül, ha nem is úgy, mint a Diótöröd, de több éven keresztül szeretnénk repertoáron tartani, hiszen mindig jönnek újabb generációk, akik szívesen megnéznék egy táncszínházi változatba ezt a művet, és az első évben most májusban ugye három előadást tartunk, és hát ez egy kísérleti program a részünkről, júniusban is kiírtunk három előadást, június 19-20-21-én, májusban pedig 12-én, 21-én és 27-én játsszuk a Róma és Júliát, és jövőre meglátjuk az érdeklődéstől függően is természetesen, szeretnénk műsorra tűzni.
Aztán, hogyha már a Romeo és Juliet említettük, akkor egy kicsit a személyes találkozásra még visszacsatolnék, hogy hol lehet veletek találkozni, szervezitek-e a szokásos nyitott műhelyeket? Nyílt napok, hogyne, ez egy állandó rovatunk, és szeretnénk a jövőbe, és az maradjon, hál' Istennek, nagyon sokan jelentkeznek, most már majdnem betelt a mostani április 27-ei, az a következő nyílt napunk. De nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt természetesen, illetve a Róm és Júlia előadásunk előtt velem mindenféleképpen, de a főszereplőkkel is lehet egy rövid találkozó, közönség találkozó a színháznak az aulájában. Ez 6:30-kor, 6 óra és 6:45 között, ezt pontosan ki fogjuk írni majd a honlapunkra, ahol egy ilyen 20 perces találkozó lesz, egy ilyen előadás indító, bemelegítő program. Hát én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hát a nézőknek talán megígérhetjük, hogy a próbáról, a próba folyamatról még adunk majd itt tájékoztatást. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, annak pedig maradjanak velünk, hiszen még két témával foglalkozunk itt a Paletta magazinban. János Vitéz történetei, a Dózsa György féle parasztfelkelés, de még a szigeti veszedelem történései is megelevenednek a kápolnás nyéki halászkastélyban, ahol egy izgalmas grafikai kiállításra invitálják az érdeklődőket. A képzőművészet történetének 14 nagymestere mutatja be azt a sokszínűséget, amit a világhírű magyar grafika képvisel. A kiállításon az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a művészet történetbe és a magyarság kultúrtörténetébe, ugyanis a kiállítás szinte minden technikát és stílust felvonultat. Teszi ezt János Vitéz történetétől kezdve, a Dózsa-féle parasztfelkelésen át, az újra gondolt szigeti veszedelmet ábrázoló képeken keresztül. Kifejezetten arra törekedtünk, hogy a tematikai sokféleség mellett bemutassuk azt a technikai sokféleséget is, ami a magyar grafikát jellemzi. Úgyhogy az akvareltől a sokszorosított grafika a különböző ágain, a részkarcon, a mezzotinton, a litográfián keresztül tusrajzok és számos más technika megtalálható. Ezzel is bizonyítva azt, hogy hihetetlen széleskörű és fantasztikus a magyar grafika. Ez a kiállítás mit ad az érdeklődőknek, mit ad az ide látogatóknak? Történeteket, élményt a művészettörténetből, élményt a magyarság kultúrtörténetéből, hiszen kifejezetten úgy próbáltuk az anyagot összeállítani, hogy elmeséljen sztorikat is. Mindegy, hogy az János Vitéz történetei Péreli Zsuzsától, vagy a Dózsa-féle parasztháború átértelmezése Kondor Bélától, Ovidius metamorfózésze Rékasi Csabától, vagy Szemeti Imrétől a szigeti veszedelem, de van, hogy mi állítottunk össze sorozatként dolgokat, mint például Borsos Miklós esetében, vagy Kéri Imre Caravaggio sorozata egy kicsit a művészettörténetbe viszi el a látogatót. Az alkotók között a klasszikus mesterek munkái mellett a máig alkotó idősebb generáció és a kortárs művészek képei is megtalálhatók. Kéri Imre Caravaggio sorozatának képei erős drámai hatást hordoznak a sötét háttérből kivillanó, fénnyel megvilágított figurákkal. Az alkotó szerint ezt a hatást csak az igen aprólékos mezzotintó technika mesteri alkalmazásával lehet visszaadni. Itt a felborzolt felületű fémlemez sötéten nyomtató felületét fokozatosan hántja le, tónusról tónusra alakítva a képet. Első nyomata tiszta fekete. Majd egy ahátkővel, ami nagyon kemény, vagy hematittal, vagy a legjobb a obszidián, ami nagyon kemény. Az ugye egy vulkanikus kő, ami keményebb, mint a vas. Ezzel lehet visszacsiszolni a tónusokat, úgyhogy kicsit nyomom rá, akkor szürke lesz az eredmény, ha nagyon sokáig polírozom, akkor hófehér lesz. Akkor, amikor rájön a részkatfesték, tisztára törlöm, és akkor megkapom a nyomat, amikor részkatfrissen lenyomom, megkapom azt a tónusban, tulajdonképpen látom a lemezen, amikor ez készül. Thank you.
tárlat június 30-áig tekinthető meg a Velencei tópartján fekvő kápolnásnyéken, a Halászkastélyban. A szemináriumi templomban mutatkozott be az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Ars Oratoria kamarakórusa. A szemináriumi templomban debütált a klasszikus zene székesfehérvári rajongói előtt az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Ars Oratoria kamarakórusa. Ez egy fontos pillanat a székesfehérvári klasszikus zenerajongók életében. Az is fontos ugyanakkor, hogy megismerjük azt az utat, amely Pad Zoltánt az oratóriumokhoz fűzi. Székesfehérvárhoz hosszú és szép viszony fűz. Ugyanis először én a városban még a Kodály kórussal jártam itt a 2010-es évek legelején, és emlékszem, hogy akkor is olyan érdeklődés volt a kóruszenére a városban, hogy egy a cappella koncertre tele volt a nagy templom. És utána a rádiókórussal is voltunk itt, és mindig azt lehetett érezni, egyszerűen a polgárok vágynak arra, hogy kóruszenét és minőségi kóruszenét hallhassanak. Ezért óriási örömömre végül úgy döntött a város, hogy megalapítja az Ars Oratoria kamarakórust, és hogy ebben nekem részem lehet, ez egy külön öröm számomra. Évről évre hatalmas csodálattal nézem azt, ahogy a zenekar épül és fejlődik, és mondhatni, hogy kezdetektől fogva szinte évente jártam vissza egyszer vagy kétszer a zenekarral is dolgozni. És azt láttam, hogy évről évre közelebb sikerül jutni azokhoz a zenei törekvésekhez, és ahhoz a művészeti elképzelésekhez a zenekarral, amelyeket az adott művek megkívántak. Én azt látom, hogy ez egy organikus fejlődés, ez egy olyan építkezés, amely egy tudatos építkezésnek mondható, és az, hogy most tulajdonképpen a zenekar mellett kórus is elkezdheti a tevékenységét, ez egy szerves építkezésnek egy nagyon komoly lépcsőfoka. Mi az útja egy állandó kamarakórus létrehozásának? Szeretem a klasszikus utat, amikor egy kamarakórus azt a műsort énekli, amely méretéből adódóan rá van írva, tehát reneszánsz barokk műveket, és nyilván kortárs darabok közül is nagyon sok, nagyon jól áll a kamarakórusoknak. Például egy példa, hogy Bartók négy magyar népdal is elvileg egy kamarakórussal szólalt meg, egyébként Stuttgartban magyarul. Úgyhogy ez izgalmas. Ugyanakkor egy oratórikus iránynak is esetleg a magja lehet egy ilyen kórus. Az esten Dietrich Buxtehude, Membra Jesu Nostri című darabjának dallamai csendültek fel Pad Zoltán Liszt díjas karnagy vezényletével. Való igaz, hogy nekem Buxtehude a szívszerelmem, és nagyon régóta szoros viszony fűz a szerzőhöz. Ugye annyit kell tudni róla, hogy nem hiába ő Bach mestere is. És aki Bach mesterének mondhatja magát, azt hiszem, hogy az önmagáért beszél, önmagáért szól. Valóban a disszertációmat is az ő műveiből, sőt konkrétan ebből a darabból írtam, amely tulajdonképpen egy passió meditáció, és amely egészen különleges helyet foglal el a 17. századi oratóriumok sorában. Előtti korszaknak az kimagaslóan az egyik legjobb alkotása, ez tagadhatatlan. Minden csapat résszel azt hiszem a taktikai megbeszéléseket megtettük. Úgy értem, külön próbáltam először is a kórussal, ott is részeiben először, hogy minél jobban sikerüljön aztán ezeket az ötleteket megvalósítani. Akkor a kórusnak volt egy tuti próbája, külön próbáltam a szólistákkal, a hangszeresekkel, a continuo szekcióval, ami külön megér egy misét, mert olyan hangszerek szerepelnek majd, amelyek azt hiszem, hogy nem képezik egyébként a szimfonikus zenekar
általános hangszer listáját, például egy teorba lesz majd, ami egy barokkori pengetős hangszer, illetve hát a gambákat kell említenem, Viola da Gambából lesz a színpadon 6. Színpadon hát a templomban, de 6 gamba szól, ami egy olyan hangzást eredményez, amely nagyon ritkán szólal meg magyar színpadokon, templomokban. Az Ars Oratoria kamarakórussal legközelebb májusban találkozhatnak majd a zenekedvelők, amikor is amatőr kórusokkal együtt adnak koncertet. Kedves nézőink, Paletta kulturális magazinnal legközelebb egy hét múlva számítok majd a figyelmükre. Ha tehetik, akkor is tartsanak velünk, viszontlátásra, kellemes időtöltést kívánok!